Amikor úgy döntöttem, hogy makró felvételeket fogok adni a videókhoz ezzel az objektívvel, akkor azt azért találtam ki, hogy megmutassam nektek, hogy egy kertben mindig történik valami, csak oda kell hajolni közel néha a dolgokhoz, és akkor lehet látni azt a rengeteg csodát, ami körülvesz minket. Viszont azt is tudni kell, hogy egy makró objektívvel nem a világ legegyszerűbb dolga fényképeket sem készíteni, mert hogy a nagyon nagy nagyítás miatt a legkisebb remegés is hatalmas mozgásnak tűnik, ráadásul nagyon pici a mélységéleség, emiatt nagyon nehéz megtalálni a fókuszt. Ezért van az, hogy akárhány tanácsot próbáltok megnézni, mindenki azt javasolja, hogy csak állványról szabad makróképeket csinálni, mert ugye az ember levegőt vesz, óhatatlanul remeg a keze, tehát be fog mozdulni a kép, az pedig zavaró lehet. It's only water, it's either sink or swim. Ez az egyik ilyen tipp, aminek nem nagyon tudok megfelelni, mert hogy én ezt tovább nehezítem azzal, hogy mozgóképeket próbálok meg a videóhoz csinálni, úgyhogy ahhoz mindenképpen kellene az állvány. Egy másik problémát pedig az jelenti, hogy főleg rovarokat próbálok meg fényképezni, amik nagyon izgágák tudnak lenni, nem nagyon szeretnek megmaradni a seggükön, vagyis a potrohukon. Ezzel a 60 mm-es objektívvel pedig ráadásul nagyon közel kell hozzájuk menni, amit nyilvánvalóan nem szeretnek, úgyhogy úgy tudom, hogy a rovar fotósok azt a trükköt szokták alkalmazni, hogyha nagyon közel kell menni a témához, hogy valami kora hajnali órát választanak, amikor még jó hűvös van és dermedtek a rovarok, úgyhogy nem nagyon van kedvük elillanni, de hát akkor hol van az izgalom, nem igaz? Szóval annyira nem egyszerű a dolog, mint amennyire azt először gondoltam, hogy lesz, de hát én is próbálom meg kitapasztalgatni ennek a műfajnak a csinyát binyát, és amire már is rájöttem, hogy egy ilyen kis statív az nagyon nagy segítséget tud jelenteni, igaz, be is határolja az embert, mert hogy olyan témákat próbálok meg mindig keresni, ami nagyjából így ebben a magasságban van, szóval ide vagyok bekorlátozva. Szerencsére azért ebben a magasságban is bőven vannak dolgok, viszont olyan dolog, ami most történt, még soha nem történt eddig, úgyhogy teljesen el vagyok képedve. Általában ugyanis az szokott történni, hogy felfedezek valamit, amit leszeretnék fotózni, közel megyek hozzá, megkeresem a kompozíciót, állítgatom a fókuszt, végre belövöm, és addigra hús, elszáll a rovar. Ma viszont megláttam egy katicabogarat egy levélen, gondoltam, oké, ez elég lomha állat lesz ahhoz, hogy egy jó téma legyen, és egyszerűen fel tudjak venni valamit. Aztán ráközelítettem, és észrevettem, hogy a levél másik oldalán, amikor a fókusz kerestem, észrevettem, hogy a levél másik oldalán ott van még valami. És a katicabogár úgy látszik, hogy várta, hogy mikor indítom el a felvételt, mikor találok meg minden beállítást tökéletesen, és akkor akcióba lendült. Nem érzékeny gyomrúaknak való a következő felvétel, de ezt szeretném nektek megmutatni. It's only water, it's either sink or swim. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder, oh you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you. Egy körülbelül 5 percig nyomogott a vacsoráján, ami azt hiszem, hogy egy levéltetőnek egy rajzó alakja volt, de annyira nem néztem meg élőben, majd visszanézem a felvételen. Jó, hát eredetileg nem erről akartam beszélni, sőt ezt a videót nem is ma akartam megcsinálni, hanem még hétfőn vagy kedden. Ugyanis múlt héten csinált velem egy interjút a Petőfi TV, látva az Instagramon a legelészős, napi legelésző sorozatomat. Egyre kevésbé vesszük észre, hogy mennyi növény vesz körül minket, és ez milyen rettentő fontos egyrészt az ökoszisztémának, másrészt pedig az egész társadalmunknak, mert bármit is fogyasztunk, növények lesznek az alapjai valahol a háttérben. És egy kicsit arról beszélgettünk, hogy mögött a vicces kis Insta story kihívás mögött azért sokkal komolyabb dolgok is húzódnak, de
ez a kis katica-bogaras történet is megmutatja, hogy a kertben tényleg mindig történik valami, és az embert kizökkenthetik ezek a dolgok. És elismerem, hogy ez nem mindig csak érdekesség lehet, van, amikor egész bosszantó dolgok történnek, például felüti a fejét egy új kórokozó, vagy beteszi a lábát és a csápját egy új kertevő, de mindenképpen lehet folyamatosan tanulni a kertben, és szerintem ez a jó benne, hogy egy egész életen át tud fejlődési lehetőséget biztosítani. Mindeközben pedig olyan terményeket ehet az ember, amihez nem, vagy csak ritkán, és nagyon drágán, és sokszor silány minőségben juthat hozzá az ember a boltban. És mindez itt a saját munkájának a gyümölcse. Arról nem is beszélve persze, hogy mindez még testmozgással is párosulhat, ami a mozgásszegény városi életmódot figyelembe véve szintén nem egy hátrány. Szóval én komolyan hiszek abban, hogy amikor azt mondják, hogy egy kertben töltött élet az egy igazán boldog élet tud lenni, az igaz. Mert hogy ezt láttam nagyapámnál, aki tavaly halt meg 90 évesen, úgyhogy az utolsó percig kertészkedett, amikor munkából hazament, mindig a kertben találta magát, gondozta a gyümölcsfáit, termesztette a zöldségeket, és igazság szerint nagyon szeretett a kertről mindig is tanulni, elfogadta mindenkinek a tanácsát, még időnként az enyémet is, de egy dologgal lehetett mindig lezárni minden vitát, vagy legalábbis az ő oldaláról. Ez pedig az volt, hogyha Bálint gazda nem úgy mondta. Én azt hiszem, hogy most vasárnap nagyon sokan vannak ebben az országban, akik átgondolták, hogy mit jelent egy természethez közeli életmű, és mit tud adni ilyenkor az ember a természetnek, a többi embernek, és mit tud kapni az emberektől, illetve a természettől. Hát ebben a videóban nem volt, tudom, túl sok szakmai tartalom, de lehet, hogy ez most jobb is így. Én igazság szerint nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nektek mit jelent a kert. Akár van kertetek, akár nincs, akármilyen kötődésetek van a természettel, vagy szeretnétek, hogy legyen. Szeretném, ha egy pár mondatban leírnátok, hogy hogyan álltok ti ehhez a kérdéshez. Hát már ennyi. Sziasztok!